Müller Zsuzsa, nyugdíjas óvónő, törzsgyökeres bátaszéki lakos, nemrég töltötte be a 70. életévét. Azt mondja, csak azt sajnálja, hogy nem ünnepelhette az eseményt családi körben. Az, hogy betöltöttem a 70. életévemet, azt én teljesen természetes folyamatnak veszem. Hát nyilván nézek a tükörbe, és látom a változást. De én azt gondolom, hogy hálával tartozom elsősorban mindenkinek, akivel az életem során találkozásom volt, mert élek, itt vagyok. Most az, hogy megváltozik az embernek a fizimiskája, az egyetlen egy dolog, de talpra állok, járok, kelek, még mindig levonom a következtetéseket, tanulok mind a mai napig. Az egyetlen rossz dolog az az volt, hogy most éppen ebben az időszakban, amikor rám köszöntöttem a nagy nap, akkor teljesen egyedül kellett ezt megélnem, mert hát nem jövünk össze, nincs nagy családi ünneplés, viszont a családtagjaim mind felköszöntöttek reggel, délbe, este, mindig akad, mert elég nagy a család. Én Bátaszéken születtem, Petőfi utca 2 szám alatt, és ez az a ház, ahova én bemegyek a mai napig, mindig egy óriási levegőt veszek, mert érzem, hogy ez az igazi otthonom, az igazi hazám volt, és itt születtem. A szüleim is Bátaszéken születtek, a nagyszüleim is, a dédszüleim is, gyakorlatilag itt vagyunk az idők kezdetétől, és gondolom az idők végezetéig maradunk, a részemről biztosan, mert szeretek itt élni. Tudom, hogy nem ez a világváros, de ez a szülő helyem, és én innen úgy gondolom, hogy önszántamból sosem szeretnék elmenni. Több mint 4 évtizeden keresztül dolgozott óvónőként, azonban teljesen véletlenül kezdett a szakmába. Tanítónő szerettem volna lenni, csak akkor, amikor én Kaposvárra jelentkeztem a képzőbe, akkor azért még más világ volt, és a vallás mint olyan nem dívott igazán. Hát és akkor én ott azt úgy elmondtam, hogy milyen beállítottságú, klerikális nevelés. Hát ennek azért lett olyan következménye, hogy nem találtattam alkalmasnak erre a hivatásra, és akkor mentem ide, mentem oda postára, KTS-be, és akkor egyszer valaki szólt, hogy a kendergyári óvodában, Szekszárdon, a Kesejusi úton, a kendergyár ott található volt, ott van egy óvoda bölcsöde, az ott dolgozóknak egy ilyen megőrző helye. Hát akkor oda felvettek, óvónői minőségbe. Ott laktam bent az óvodában, ott volt az ágyam, hajnalban fel kellett kelni, leteríteni, és várni a gyerekeket. Nagyon szép időszak volt, csak hát tőlem teljesen idegen világ volt. És akkor egyszer egy nagyon jó hír jött, miszerint a bátaszéki Percel utcai óvodában van egy hely, keresnek egy óvónőt, de akkor én már az óvóképzőbe beiratkoztam, Kecskemétre. Akkor átjöttem Bátaszékre, és akkor ott megkezdődött nekem az az érzetem, hogy én egy világos, szép paradicsomba kerültem. Az életemnek egy csodálatosan szép szakasza volt, és akkor itt fejeztem be a kecskeméti óvónőképzőt is, és itt szerettem meg az ottani kollégákkal, az ottani vezetéssel az óvóképzőt, akire és amire én azelőtt egyáltalán nem gondoltam, de ez az Isten útja volt, mert ettől szebb pályát nem gondolom, hogy választhattam volna. A nyugdíjas óvónő elmondása szerint a kisebb gyerekek világa nem is vonzott a kezdetben. Sokkal inkább a nagyobb gyerekek világa vonzott, a kicsiké nem igazán. De azt gondolom, hogy megadatott az a lehetőség, hogy ezt ismerjem meg, azt a réteget, ami a leghálásabb, a legszebb, a legőszintébb és a legártatlanabb. Mert ez a korosztály, az óvodai korosztály ez. A jó sorsom azt is megengedte, hogy a piciket megismerjem. A húgom, a legkisebbik húgom védőnő. És én soha nem értettem azt, óvónőként, nagyobb gyerekekkel foglalkozván, hogy mit lehet ezeken a piciken igazándiból, nem azt mondom, hogy szeretni, mert hát akinek azért lelke van, az tudja, hogy minden gyereket 0-100 évesig szeretni lehet, de nem értettem, hogy mit lehet velük csinálni, hát milyen eredményeket lehet itt felmutatni, minek lehet itt örülni annyira, hogy mit értem el. És amikor nyugdíjba mentem, és beindult a Morzsó Egyesület, akkor megtanultam ezt is,
hogy a világ legszebb dolga ez is, mert ráébredni arra, hogy itt tanul meg beszélni, hogy sírva jön be, és akkor 1-2-3-4 hónap múlva köszönéssel, örömmel megy el, vagy nem is akar elmenni, hogy itt áll fel, és itt kezd el járni, hogy itt talál barátokra, hogy tudnak együtt eszegetni, együtt játszani. Most ezeket megtapasztalni, én azt gondolom, hogy ez az életnek egy nagyon nagy ajándéka, amire én mindig hálás leszek. Nyugdíjba vonulása után döntött úgy, hogy megalapítja a Morzsú Egyesületet, ahová a 0-3 éves kicsiket várják. Azonban nem csak a gyerekekre figyel az Egyesület, családi foglalkozásokat is tartanak, de van, hogy csak a szülőknek szerveznek egy-egy lélekfrissítő eseményt. Ez egy önző ötlet volt egyébként, hogy én ne maradjak gyerekek nélkül, de aztán a feladata az ugye az alapszabályban megfogalmazódik, és egész egyszerűen azt tudnám mondani nagy szavak nélkül, hogy nem volt ilyen jellegű bátaszéken. Tehát azok a gyerekek, akik a védőnői szárnyak alá tartoztak, azok úgy otthon nevelődtek. És azért a gyerekek már kívánják a közösséget ideig, óráig, mert hamar fáradnak. Tehát ez ennek a picurka korosztálynak, a 0-3 éves korosztálynak lett a kis fogadó közege. És tulajdonképpen én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez egy híd. Az anya öl, és az óvoda között. Tehát egy kicsit elő is készít az óvodára, hiszen itt megtanulja azt, hogy van közösség, van sok játék, amin azért osztozni kell, köt barátságokat, akármilyen hihetetlen így van, de ez a szülők számára is egy rendkívül jó közeg, mert azok a szülők, akik otthon vannak és nevelik a piciket, azok bizonyos értelemben magukra vannak hagyva, de itt barátságok szövődnek, beszélgetnek, jól érzik magukat, vannak zenés foglalkozások, énekelünk, táncolunk, ők ebben nagyon szívesen részt vesznek. Itt kaptam egy nagyon megtisztelő nevet a gyerekektől, Morzsú mama lettem itt, megmosolyogtam, de nagyon jól eső, és sosem fogom felejteni. Nagyon sok hasznos, szép dolgot lehet itt csinálni. Munkadélutánokat is szoktunk szervezni, munkaestéket pontosabban, ahol kézműves dolgokat tudunk, és mindig van szakember, aki segít. Volt már óvónő, nyugdíjba ment óvónők segítenek, aminek én nagyon-nagyon örülök. Volt gyógypedagógus, tehát valaki mindig szegődik gyereke által hozzánk, és segít nekünk. Müller Zsuzsa szerint nem mindenkiből lehet óvónő. Azt szoktam mondani, hogy van, aki erre született, neki igen. Ő nem tud máshova menni, őt nem lehet elterelni, ő csak a gyerekek után, a gyerekeket fog keresni, a gyerekek után fog menni, és a gyerekek érdekében fog dolgozni, úgy reggel, mint este, mint éjszaka. És gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne tovább, tanulni, hogyan lehetne még többet adni. Most az, aki kényszerből megy, hát ő csak megtanulja. Én úgy gondolom, és hát lehet, hogy már elcsépelt, amit mondok, de mindig úgy gondoltam, és őszintén gondolom ezt, hogy az menjen óvónőnek, aki polihisztornak érzi magát. Mert a gyerekek rendkívül sokfélék. Az óvónőnek mindenkihez kell tudni alkalmazkodni, mindenkinek kell tudni segíteni, minden kérdésre kell választ adni, és minden tehetséget el kell tudni indítani azon az úton, ami őt kibontja és boldoggá teszi elkövetkező életében. Tehát az menjen, aki örök tudásvágyat érez magába, aki hajlandó addig tanulni, amíg a nap feljön, tehát mindörökké.